Március 31-én Román István kormány megbízottól vehette át Tormási Géza a Magyar Arany Érdemkeresztet. A kitüntetéssel a Magyar Köztársaság elnöke a civil területen a Nyírségvíznél dolgozó önkormányzati képviselő 32 éves közéleti munkáját ismerte el. A díjazott 35 perc című műsorunkban beszélt arról, milyen célokkal vágott neki a város irányítási feladatoknak 1990-ben. Alapjában véve a cél az volt, hogy egy élhető város legyen Nyíregyháza, és azt hiszem ezt a célt valamilyen szinten sikerült is elérni. Ugye az első ciklusban ott voltak azok a akkori tanácsi cégek, megyei tanácsi cégek, amiknek az átalakítását el kellett végezni, és ezt úgyhogy most sikerrel abszolváltuk. Tormási Géza sokat tett azért is a 90-es évektől kezdődően, hogy Nyíregyházán újrainduljon az egyházi oktatás. Több iskola és óvoda fenntartó váltásában tevékeny részt vállalt, így ma már a megyeszékhelynek katolikus, református és evangélikus intézményei is vannak. Az első ciklusban Nyíregyháza volt az első városok között, aki az egyházi vagyont visszaadta. Ugye ezek a vagyontestek zömmel oktatási célt szolgáltak. És a baráti kör is, ahogy összeült, úgy láttuk, hogy célszerű lenne egyházi iskolát és iskolákat itt létesíteni Nyíregyházán egy keresztény értelmiség kinevelése okán, és ez végül is hál' Istennek sikerült, hisz most már minden egyes történelmi egyházi felekezetnek óvodája, iskolája, középiskolája van a városban. Tormási Géza elmondta, nagy elismerésnek tartja a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, arról pedig, hogy 2024 után is vállal-e további közéleti szerepet Nyíregyházáért, a későbbiekben dönt az önkormányzati képviselő.